Készülnek a finomnál finomabb ételek a Szent László szobornál és a Magyaróvári templom környékén már vasárnap kora reggel, ugyanis főzőversennyel vette kezdetét a Szent László napi forgatag, amit a Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd plébánia rendezett jubileumi évében. A lelkes alkalmi szakácsoknak és az érdeklődőknek a reggeli órákban a Szubróza régi zene együttes lovakkori dallamokkal kedveskedett. Az esemény hivatalos megnyitóján aztán elsőként Árva István, a jubileumi év társvédnöke köszöntötte az összegyűlteket, aki elmondta, a plébánia által szervezett rendezvénysorozat eddig is bizonyított, hiszen több száz embert sikerült megmozgatni egy-egy alkalommal a városban. Talán mindenkinek feltűnt, hogy milyen komoly erőfeszítéseket tesz az egyházközség azért, hogy itt a templom köré egy közösséget szervezze. Nem csak a jubileumi év kapcsán mondom ezt, mert remélem, hogy hagyományteremtő szándékkal rendezik ezt a mai programot is. Valóban fontos az, hogy közösségként éljünk együtt, és ezért is volt megtisztelő a felkérés számomra, hogy vállaljak védnökséget emögé a jubileum év mögé, mellé. Szintén az eseményen összegyűlteket köszöntötte Bodó Zoltán is, aki megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a nap sikerességéhez, legyen szó a versenyzőkről, fellépőkről, vagy azokról, akik csak kilátogattak a Szent László napi forgatagra. Azt kívánom mindenkinek, hogy ne csak úgy töltsük el azt a napot, hogy elmegyünk egymás mellett, hanem valóban merjük egymást megszólítani, merjünk oda menni egy-egy sátorhoz, merjünk beszélgetni, építsük a kapcsolatokat, hisz hogyha erős közösségé válik az egyházközség, akkor nem csak az egyházközségre vonatkozik ez, hanem a város egész közösségére, akkor egy erős közösség az mindig erős marad és mindenben kitart. A hivatalos megnyitót követően aztán a Hallesport Egyesület mazsorás csapata készült bemutatóval. A délelőtt folyamán aztán a szórakozásé volt a főszerep, főként a gyermekek részéről, akik kipróbálhatták az íjászatot, a fegyverkovácsolást, de akár vívhattak is, és az elmaradhatatlan légvár sem hiányozhatott. Délben aztán a szakértő zsűri is megkóstolhatta a főzőversenyen készült alkotásokat. A zsűri egyik tagja, Lajsz András, szakács, cukrász, felszolgáló és bartender volt, aki stábunknak elmondta, nagyszerű kezdeményezésnek tartja az eseményt, ahol ennyien összegyűltek és finomabbnál finomabb ételek készültek el. Én megmondom őszintén, mivel nem profikról van szó, nyilván, én nem gondoltam volna, hogy ilyen, bocsánatot kérek, amatőrökhöz képest ilyen profi munkákat fognak kiadni a kezük közül, csodálatos. Most az imént például megkóstoltunk egy levest, ez egy pulykaragú leves volt, ami meg volt díszítve, a leves. Érted? Szóval meg volt díszítve, mellé volt téve a pogácsa. Az imént kóstoltunk egy másik ételt, amiben hát olyan volt a zsemlegombot, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon finom volt. Úgyhogy ezt még én sorolhatnám bővebben, de ez fantasztikus. A délután folyamán aztán megtartották a Szent László napi ünnepi szentmisét és a városi megemlékezést is, ami után aztán ismét a szórakozásé volt a főszerep, ugyanis nem csak a 20 évesek a világ címmel, az idősebb korosztályt várták a plébánia templomnál.